Köszöntöm nézőinket, Alexandra Manéa vagyok, önök Dombovári magazinunkat látják. Sanctum, Juhász Anna irodalmár, Fűr Anikó Jászai Mari díjas, színművész, Rutka Róbert zeneszerző és zenész triallógusával. Farsang, maskarát öltve üldözték el a telet Dombováron. Kötetlen beszélgetés egy tea mellett. 7 év után újraindult a programsorozat. Állatbarát könyvtár, Nagy Sándor Dombováron tartott előadást. Juhász Anna irodalmár legújabb kezdeményezése a Sanctum, azaz a szentély. A rendezvénysorozat keretein belül a kultúra és a művészet élményét viszi el a kistérségek településeire, a Petőfi Kulturális Ügynökséggel együttműködve. Nagyon jó visszatérni Dombovára, köszönjük a szeretetet, és hogy ilyen sokan itt vannak, itt vagytok velünk, fiatalok, idősebbek, középkorúak, úgy érzem, hogy az irodalom és a zene tényleg mindannyiunk közös, ugye, és bárhányszor itt vagyunk Dombováron, ez mindig bebizonyosodik, hogy itt az, ami összetart bennünket, a kíváncsiság, az olvasásnak és a zenének a szeretete, ez kézzelfogható és tapítható. Ezúttal a dombováriak töltődhettek Fűr Anikó Jászai Mari díjas színművész, valamint Rutka Róbert zeneszerző és zenész triallógusával a művelődési házban. Mondhatom, hogy szinte már visszajárok, vagy hazajárok Dombovára, nagyon jó itt lenni, halljuk hátul, épp az egyik fellépünk Rutka Róbert hangolódik a mai programra, délelőtt van, itt vagyunk Dombováron, a művelődési házban, ami által mindjárt megtelik. És ez most egy országjárás, egy hosszú folyamatnak a része az, hogy először a fővárosban, irodalomórák, esti rendezvények, utána Kárpát-medencében, és aztán pedig így országszerte elindultak ezek a találkozási lehetőségek. Most november óta vagyunk úton, legfőképp kistérségekben látogatunk el, és olyan közönséget igyekszünk megszólítani, aki nyitott az irodalomra és az összművészeti programokra. A sorozatnak az a neve a Sanctum, ami több dolgot akar. Számomra egy ilyen gyerekkori ötlet vagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy szentély, mi az a szentség, és hol van ez a mi életünkben, hogy felismerjük-e azt, hogy például művészettel foglalkozni, vagy a művészetet beemelni a mindennapi életünkbe, az lehet egy szanktum, amit mi magunknak teremtünk. Ha elhisszük, hogy az állandóság az egy versben, egy képzőművészeti alkotásban, vagy egy dalban van, ami elkísér minket. Úgyhogy ezzel a szanktummal járjuk most az országot, és jó visszatérni olyan helyekre, ahol már korábban tartottunk előadásokat, vagy rendhagyó irodalomórát, mint itt Dombováron. Két vendégünk van a mai fellépéssel, Fűr Anikó színművész és Rutka Róbert zenész, zeneszerző, akikkel egy olyan programot hoztunk most ide, amiben egyszerre megjelenik a mai életükre való reflexió, hol van ez zenész életében egy vers, mennyire más egy dalszöveg, és mennyire más egy vers. Ugye Robinak az élete tele van írókkal való együttműködéssel, filmekkel, nagyzenekari produkciókkal, most épp egy oratóriumot csinált, tehát csodálatos alkotásai vannak, Anikót pedig szerintem nem kell bemutatni, a színpadról tökéletesen ismerjük, és nem csak színészi feladatokkal, hanem a dalok által is, amiket ő elő. Lesz itt egy közös szereplő, akit majd megidézünk többek között, Bereményi Géza, és olyan alkotók is, mint Szépernő, vagy Kafka Margit, vagy József Attila. Tehát igyekeztünk átfogó magyar irodalmi, vagy mondjuk 20. századi verseket hozni, amiket vagy szavalva, vagy énekben meghallhatnak a diákok, és lesznek olyan dalok, amik valamiféleképpen gondolkodásra ihletnek mindannyiunkat, úgyhogy sok mindennel készültünk, remélem, hogy mindenki szeretni fogja. Valamit hazaviszünk, és szerintem mindig ez a lényeg, hogy talán ezt keressük, ezért megyünk színházba, ezért megyünk koncertet, de talán ezért ülünk le a barátainkkal, a szerelmünkkel, a családunkkal beszélgetni, mert keresünk valami titkot, ami a bensőségességből, az életünk tartalommal való megtöltéséből származik, és hogyha egy programon valaki kap valamit, és mindenki gondolom mást, egy mondatot, egy olyan szót, egy olyan idézetet, ami az ő kis mozaikjaihoz hozzá tud tenni, akkor tényleg több az, ami, vagy aki távozik. Úgyhogy mindig ezzel a céllal indulunk neki, és nagyon bízom benne, hogy ez most is így lesz. Amikor ezt mondja valaki versek, hogy általában sajnos ez a nagyon kenetteljes, dögunalmas deklamálás jut eszébe az embereknek sajnos róla, és biztosíthatok benneteket, hogy ez nem így van. A vers az ösztön, a zsiger, az hempergés a földön, az ugrás a levegőbe, az fogcsikorgatás, az szerelem, az csupa testnedv,
eleven élet, hogyha az ember igazából önmagába tudja szívni lényegileg. Így ebbe a zenei irodalom kapcsolatába kb. 2015 környékén csöppentem bele Grecsó Krisztián barátommal, azóta számtalan estet csináltunk, és Annával is ugye megismerkedtünk, vele is vannak ilyenek, hogy elhív engem Fűr Anikóval, Bereményi Gézával, Udvaros Dorottyával, ugye mert én írom a lemezeiket, vagy velük rengeteget dolgozom, és a zene meg a irodalma kapcsolódási pont, mivel hogy számtalan kortárs meg klasszikus költőt is megzenésítettem, ezért van miből meríteni, és van miről beszélni, azt gondolom, egy ilyen este folyamán. Én néha jobban szeretem, mint a nagy koncerteket, ahol a reflektorfény elvakít, látni az embereket közelről, és azt a hatásra, hogy felépülünk, és megérint őket a zeneszöveg együtt, és ahogy meg tudnak hatodni, ez nagyon-nagyon csodálatos dolog. Néha ezek a kisebb termek is sokkal többet adnak, mint egy, mondjuk egy arénás koncert. Azt gondolom, hogy innen lehet meríteni az embernek, mert vagy egy zeneszerző is, hogyha írja a dolgait, most a lemez hátulját nem nagyon nézik meg, számtalan filmzenét írtam, balett, stb. Nem biztos, hogy megvan az embereknek. Azt, amikor az ember felmegy a színpadra, ott kapja meg azt a csodálatos visszajelzést, hogy van értelmet csinálni. És ez olyan, mint egy kis küzdelem, tehát mindig érzi, hogy hol tartunk, és hogyha az este végén úgy megyünk mindig haza, hogy megnyertük a közönségben, látszik, hogy adtunk valamit, akkor van értelme az életünknek. A teltházas rendezvényről a vendégek hazavihettek a három művész szentélyéből egy darabkát, ami igazi lelki, szellemi töltődés volt. Maskarába öltözött gyermekek szüleikkel igyekeztek elűzni a telet a városi farsangon. Az eseményt minden évben megrendezik a Dombóvári Művelődési Központban. Zenés műsorra készült a gyerekeknek a Dombóvári Művelődési Ház a városi farsangon. Az Élet van a Családos Egyesület, valamint a Földi István Könyvtár kézműves foglalkozással várta a családokat. Fontos az évelején a farsangi időszakban, hogy mi is készüljünk. Attól függetlenül az óvodák, az iskolák természetesen megtartják önállóan a farsangjukat, de mi azért itt a város lakosságát hívjuk, és hát örülünk, hogy elég szép számban érkeztek most is. Először kezdődött a beöltözötteknek, a jelmezekbe öltözöttek felvonulásával kora délután, aztán a zsűri előtt is felvonultak, aki visszavonult, hiszen a Vattacukor zenekar adott egy remek koncertet. A zsűrinek egyébként nagyon nehéz dolga volt, hiszen több volt az a jelmez, amit otthon készítettek a szülők, családok is beöltöztek, tehát igazán nehéz dolog volt, és egész pici, két hónapos, meg egész pici gyermekek is voltak, de voltak nagyobbak is, szerencsére felsősök is. A koncert után meg volt az eredményhirdetés, tortákat kaptak ajándékba, illetve külön díjat is, amit az Élet van a Családos Egyesület ajánlott fel. De hát még nincs vége a bulinak, most lehet hallani, hogy az itt meghívott Bohócnak van egy interaktív műsora, utána lufi hajtogatás következik, ami nagyon népszerű a gyermekek közében. De természetesen a már hagyományosnak mondható kézműves foglalkozásokkal is vártuk a gyerekeket. A Földi István Könyvtár munkatársai, az Éltes Kávézó tagjai és a Nagycsaládos, az Élet van a Családos Egyesület készült kézműves foglalkozással. És ha lement a program, akkor senki sem marad éhen és szomra, hiszen a dombovári székelykör már fönt az emeleten süti a finom fánkokat, a műfáz munkatársai pedig teával készülnek, tehát ezzel szeretnénk majd zárni a programot, de természetesen ameddig itt vannak a gyerekek, addig mi is itt vagyunk a nap folyamán. Hát én azt gondolom, hogy ahogy említettem, örülünk annak, és a zsűri is díjazza azt, hogyha a szülők készítik, vagy anyuka, vagy apuka jelmezeket, hiszen ez már azt jelenti, hogy összeül a család, eleve ad egy ötletet, vagy apuka, anyuka, vagy a kisgyermek egy kedvenc sorozata, és ha már össze tudnak ülni, vagy közösen dolgoznak rajta, akkor kreativitás, együtt van a család, el kell jönni felvonulni. Azt is láthattuk, hogy lehet, hogy az óvodában a legrosszabb gyerek, aki rálép a másik lábára, itt abban a pillanatban a zsűri elé kell állni, egy kicsit megszeppen. Tehát ezt is tanulják egy picit, hogy ki kell állni valaki elé, föl kell vállalni azt a jelmezt, amiben készülnek. A gyermekek számára a legnagyobb boldogságot az jelentette, hogy felvehették kedvenc mesefigurák jelmezét, és önfeledten mulatoztak a város rendezvényén. A szülők örömmel kísérték el csemetéjüket a közösségépítő programra. Neki most az első farsangja, tavaly nekik volt az első farsang, úgyhogy egy nagy élmény nekünk, mert a pici még nem jár óviba, úgyhogy neki is, hogy végre beöltözhetett, élveztük, úgyhogy igen, örülök a lehetőségnek. És miért pont ezeket a jelmezeket választották? Hát a szuperhős mánia az a nagyfiúnál kitart, az ő. A minden évben.
A kis az igazi kis Chelsea, ő neki most ez a unikorn is a kedvence. A picit meg, hát ő az én döntésem volt, hogy legyen akkor kis tigriske, és akkor így. A mulatozás mellett nem maradhatott el a fánk sem, melyet a dombovári székelykör tagjai készített el a résztvevőknek. Hát 200 darab fánkot sütünk, és a végén, amikor az eredményhirdetés megtörtént utána, akkor fogjuk odaadni a gyerekeknek. Ezt mi sütöttük, mi dagasztottuk, mi gyúrtuk, szaggattuk, sütjük, úgyhogy nagy élvezettel. Hihetetlen mennyiség. Egyébként nagy családom van otthon, de ennyit nem sütöttem még kint most. Ha székelyasszony süti, akkor székelyrecept. Ennyi székelyasszony süti, akkor csak székelyrecept. Egyébként közösen megbeszéltük, hogy mit ki, hogyan szokta, meg mit szoktunk belerakni, és együtt dagasztottuk az Ildikóval, a Papni László Ildikóval. Hella Ildikó, ő keverte a tojást a porcukorral össze, meg a citromhéjával, meg a rummal, úgyhogy csapatmunka volt. Hát a lekvár, ez egy különleges lekvár, tavaly voltunk Tevelen, minden évben szoktunk menni lekvárfőzésre a tevei székelykörhöz, és ott akkor a dombovári székelyek ezt a lekvárt főzték, és azt tesszük most bele a fánkba. Igazi, eredeti, finom, barackból készült baracklekvár, ez az igazi. A zsűri a jelmezeket tortával díjazta, ami több gyereknek is elnyerte a tetszését. 7 év után újra elindult az 5 órai tea programsorozat Dombováron, a Művelődési Házban. A meghívott vendégek, akik mind olyan személyek, akik sokat tettek már a városért, és itt alkalmuk nyílik mesélni életútjukról, munkásságukról. A mostani alkalommal dr. Berecki Mária, a Szívklub Egyesület alapítója és elnöke ült le egy forró tea mellé egy kötetlen beszélgetésre. A Majoros teremben telt ház várta az 5 órai tea program sorozat házigazdáját, Markovics Magdolnát, aki dr. Berecki Mária kardiológus főorvossal és egyben a Dombóvári Szívklub Egyesület elnökével beszélgetett egy forró tea mellett. Az 5 órai tea rendezvénysorozat most már több éve tart. Még a Covid előtt indultunk azzal a céllal, hogy portrét készítsünk azokról a dombováriakról, akik valamiben a város élén különlegeset tettek a város érdekében, elsősorban öregbítették a város nevét. Az is a mottónk, ez a Sík Sándor idézetsor, hogy ments meg Uram a szürkeségtől. Éppen ezért hát a kitüntetés, nagyon sok kitüntetettel beszélgettem. Ez egy olyan jó órás beszélgetés. A legtöbbször hoznak képeket, fotókat magukról, családjukról, a munkásságukról. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket. Valójában nem én találtam ki. Úgy kértek föl, hogy ennek legyek a állandó beszélgetőtársa, és mindig a Művelődési Ház kéri föl az aktuálisan a beszélgetőtársakat. Ma dr. Berecki Mária kardiológus főorvos asszonnyal fogok beszélgetni nagy örömömre. Ő Érdről került ide, és hát egész életműve, munkássága Dombóvárhoz köti. Nagyon remélem, hogy gondolom teltház lesz, mert ugye a 30 éves szívklubnak is ő a vezetője, és hát gondolom ők meg fogják tölteni a széksorokat. A Dombóvári Szívklub Egyesület története 27 éve kezdődött, amikor dr. Berecki Mária kardiológus felismerte, hogy rendelési időben sajnos nincs idő és lehetőség mélyebben kutatni a páciensek szív- és érrendszeri betegségeinek okát. 1993-ban alakult meg a Szívklub, akkor úgy gondoltam, hogy nincs lehetőség a rendelés közben az embereket így felvilágosítani, hogy miből ered a betegségük, hogyan kell hosszú távon gyógyítani, hogy lehet megelőzni, és akkor gondoltam arra, hogy kellene egy ilyen klubformát létrehozni, ahol egy előadás után kötetlenebb formában lehet beszélgetni a betegségekről, megelőzésről, és minden ezzel kapcsolatos dologról.
úgyhogy akkor alakultunk meg, akkor még klubformában működött. Hát olyan 8-10 fővel indultunk, aztán úgy fokozatosan egyre többen lettünk. Ekkor hozta létre a klubot, ahol a betegek kötetlen formában beszélgethetnek szakorvosokkal. Mára már ezentúl hangulatos kirándulásokat és kulturális programokat is élvezhetnek a klubtagok. Például ilyen süteménybemutató volt, vagy koleszterin szűrés, vagy kirándulásra mentünk, és közben egy-egy ilyen ismeretterjesztő előadás is volt. Az itteni kollégákat, később a pécsi kollégákat kértem meg, hogy ők is jöjjenek, és kicsit változatosabbak legyenek az előadások. És hát fokozatosan egyre többen lettünk. Kialakult az, hogy minden hónapban az utolsó pénteki napon vannak ezek az előadások. Mindig meghirdettük, korábban akkor újságban is mindig meghirdettük egy-egy fél évi programot, és akkor így azok is el tudtak jönni, akik nem voltak tagjai a klubnak. Nem volt feltétel az, hogy csak azok jöhetnek, akik már átestek valamiféle koszorúérbetegségen, vagy egyéb szívproblémájuk volt. Azok is jöhettek, akiknek még nem volt semmi problémájuk, de ha érdeklődtek az iránt, hogy hogy lehet megelőzni, akkor természetesen szívesen láttuk őket. A vendégek nem csak élményekkel gazdagodtak az eseményen, hanem olyan tanácsokat is kaptak, amik segíthetnek életminőségük javításában. Nagy Sándor tartott előadást a Dombóvári Földi István könyvtárban az állatbarát olvasó kihívás keretein belül az MME helyi csoportja évfordulójának apropóján. Az alsós diákok a tél madárvendégeiről tanulhattak. A Dombóvári Földi István könyvtár csatlakozott az állatbarát olvasó kihíváshoz, melynek célja, hogy a gyermekek és a szülők, illetve pedagógusok állatvédelemmel, vagy az állatvilágról szóló könyvekkel ismerkedjenek meg. Az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány idén létrehozta az állatbarát olvasó kihívást, melynek célja ösztönözni a pedagógusokat és a szülőket arra, hogy a gyerekekkel közösen egy állatokkal vagy állatvédelemmel kapcsolatos könyvet olvassanak el. Minden hónapnak lesz egy kiemelt szerzője és könyve, ezt menet közben teszik majd közzé az ajánlásban. A Dombovári Könyvtár is csatlakozott az állatbarát könyvtár programhoz, tehát külön gyűjteményt fogunk kialakítani állatokkal és állatvédelemmel kapcsolatban. Eddig is állatbarát intézmény voltunk, bent a könyvtárban a bejáratnál fel van tüntetve, hogy kutyabarát hely vagyunk, illetve hát csatlakoztunk januártól a Help Dombovár Egyesületnek adománygyűjtési helyszíneként is. Mindehhez kapcsolódva az alapítvány kezdeményezésére létrejött az állatbarát könyvtár program is. Ezek például nem letűlik át a földközi tengert, hanem Európa déli részre terelnek, sőt, nagyon sok közülük nem is megy el, vagy hogyha el is megy a miénk, akkor északabbról, Lengyelországból, Szlovákiából, azok lejönnek hozzánk, és itt terelnek át, hát őket szoktuk etetni. Őket hívjuk úgy, hogy rövid távú vonulók, tehát sok veszélynek nincsenek kitéve, még az időjárás illetően sem. Nagy Sándor, az MME 28. számú Dombóvári csoportjának alapítója, titkára tartott előadást a Télmadár vendégei címmel, a könyvtár programjához és a helyi csoport évfordulójához is csatlakozva. A rendezvény apropója az, hogy ebben az évben volt az MME 40 éves január 6-án, és ebből az alkalomból mi azt ajánlottuk fel itt a környéken, hogy egy előadássorozat lesz, ami elkezdődik a mai nappal, és várhatóan novemberig tart majd. Ennek a célja az, hogy minden korosztályt megcélozzunk. Kezdjük a kicsikkel, majd az óvodásokkal, amikor már terepre is lehet menni, illetve a 10 évesekkel, aztán a gimisek jönnek, és végül pedig a felnőttek. A mai előadásnak a témája a téli madárvendégek. Ez egy 11 éves korosztálynak szól, majd 70 gyereket várunk a mai programra. A jövő hónapban 16-án 3 előadás lesz, az ismert terjesztő jelleggel megy, hogy milyen széles skálán dolgozunk. A kolléga kint volt Madagaszkáron egy kisebb csoporttal 3 hétig, ott készült rengeteg fotóból, lesz 16-án 10 órakor, 12-kor és délután, illetve ma kora este 17 órakor egy előadás. Utána lesz 2 előadás, egy a műfázban, egy pedig majd egy valamelyik iskolában. Az a MME-nek a legsikeresebb fajvédelmi programjai lesznek. Májusban pedig lesznek a nyílt napok, ami azt jelenti össze lesz kötve a madárgyűrűzéssel, a múzeumnak a bemutatásával, a szakvezetéssel, és ősszel megint majd előadások lesznek. Köszönöm figyelmüket!
Viszontlátásra!